támadással védekezéssel fogunk kezdeni, jó, abból gyors behavonásokat végezzük, csak használjuk már fel a felkészülésünk elősegítésére a mérkőzést. Lecsó, próbáljuk már majd a sarokból indulva, szépen lehúzva, széthúzva. Fog menni majd a dácika, és akkor te jössz majd kettesbe, és ezeket is próbáljuk gyakorolni, jó? Na, gyerünk! Kezdünk. Vagy hogy kezdünk? Vagy minden érdekezéssel kezdünk? Azt már régen megbeszéltük. Jó, get down! Hát, hogy hol voltam? Hát nem tudom. Bár a hajdunanási női kézilabda csapat már három mérkőzésen is túl van a tavaszi szezonban, a férfiak még bőven ráérnek, hiszen március 19-én rajtolnak majd. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a sportszerető közönséget a tévéképernyő előtt, és éppen emiatt, hogy nekik még azért arrébb van a bajnoki rajt, a felkészülési időszakban vannak, és ebben a felkészülési időszakban pedig most itt a hajdunanási városi sportcsarnokban a bőcsieket látják vendégül, úgyhogy ez a mérkőzés jön most itt a hajdunanási televízió képernyőjén, és bízunk benne, hogy egy remek meccset választottunk, és annak ellenére, hogy egy felkészülési mérkőzés érdekes lesz majd a mai este folyamán. Sárga-feketében a bőcsi csapat, 16-ossal Tárkányi Tamás védhet majd a kapuban, 17-essel Gulácsi Bálint, 6-ossal Pálfi Zsombor, 2-essel Molnár Márk, 8-assal Wittmann Dávid, 13-ossal Gulyás Roland, 15-össel Vadászi Péter, 7-essel Kóródi Tamás, 11-essel Nagy Patrik, 9-essel Pető Patrik, 10-essel Juhász József, 5-össel pedig Boda Márk léphet majd pályára, az edző pedig Farkas Tibor. A hajdunánesi csapat pedig a szokásos kék-fekete szerelésében játszik, a kapuban 1-essel Torma Antal, illetve 12-essel Reszegi Csaba tűnhet föl, 5-össel Ötvös Nándor, 2-essel Dankó József, 14-essel Hadodi László, 13-ossal Alföldi Máté, 7-essel Bancsó Károly, 19-essel Bata Tibor, 11-essel Kelemen Zsolt, 3-assal Bodogán Péter, 9-essel Nagy László, 17-essel Kis Dávid, 4-essel Fehérvár István, 10-essel Tupica Robert, 18-assal Harsányi Dávid, 8-assal pedig Molnár Tamás játszhat. Az edző Madai Tamás, amieinknél a mai mérkőzés két játékvezetője pedig Katona János és Herbák Tamás, és ha minden a tervek szerint megy, akkor 2x30 percet játszanak a csapatok, és talán most néhányan fölkapják a fejüket, hogy ez csak természetes, hiszen ennyiből áll egy-egy kézilabda mérkőzés, ez mindig az, csak ugye felkészülések alkalmával van, amikor a csapatok 2x20 percet játszanak, vagy 3x20 percet, vagy 2x25 percet, de úgy döntöttek aztán a két edző, Madai Tamás és Farkas Tibor, hogy legyen meg a 2x30 perc, és játszanak egy klasszikus meccset egymással. A bőcsiek kezdték a mérkőzést, úgyhogy ők vezetik az első támadást, és már rögtön Vadász ellen szabálytalankodtunk is ott bent középen. Bancsok volt egyébként szabálytalan. Nagy próbálkozik bemenni ott a két védő között, de remekül fogtuk meg a bőcsi támadást, és egyébként ugye ismerős lehet ez a csapat a számunkra, hiszen az előző bajnoki évadban még az MB2 északkeleti csoportjában, várjuk meg, mi lesz a vége ennek a támadásnak. Vadásziról maladt rá a védelmünk, és így megvan az első gól, sőt egy sárgalap is a mérkőzésen, Fehérvári volt szabálytalan, ő kapja a sárgalapot, és vissza is fújja a játékvezető a középkezdés. Szóval nagyon szépen vitték be a védelmünk mellett a labdát a résbe, és így aztán megszerzi a bőcs az első gólját. Tehát visszatérve a vendégcsapatra, az előző bajnoki évadban, a 2015-16-os bajnoki évadban, ugyanabban az északkeleti csoportban játszottunk az MB2-ben, és gyakorlatilag Hadodi lövése megy most fölé. Együtt estünk ki abból a bajnokságból. Jó a hosszú indítás, közben itt a másik oldalon, és megvan a második gól is a bőcsieknél. Boda Márk a gólszerző. Gyorsan próbálunk előre jönni. Ötvös. Nagyon szép gól. Ötvös Nándor szépen elcsavarta a kapus mellett a labdát, ezt nagyon szereti. Nagyon sokszor alkalmazza ezt a megoldást, és ugye nagyon magasra tud felugrani, tehát van ideje bőven, hogy irányítani tudja a labdát, és úgy ellőni, ahogyan ő szeretné. 2-1-re módosul, hogy az állás az első félidő második percében járunk, és 2-1 arányban tehát vezetnek a bőcsiek. És ugye azt kell tudni a bőcsről, hogy ugye ők is kipottyantak a saját maguk helyére, a saját maguk bajnokságába, mégpedig a Borsod-Abaúj Zemplén megyei bajnokságban kezdtek el játszani ebben a 2016-17-es szezonban, mit pedig ugye a Hajdú-Bihari bajnokságban, egy óriási kapufát lő közben Gulácsi, Bancsók, Kelemen, eddig jó kis pörgős mérkőzés, úgyhogy a fiúk nem is nagyon hagynak időt arra, hogy elmeséljek egy-két dolgot a csapatokkal kapcsolatban. Na talán most. Szóval a bőcs ugye a Borsod-Abaúj Zemplén megyei bajnokságban kezdte meg a küzdelem sorozatát, és nem titkoltan azzal a céllal, hogy ők is visszajussanak az MB2 északkeleti csoportjába, csak hogy gyakorlatilag itt ebben a bajnokságban, csak úgy, mint nálunk, van egy másik aspiráns, aki arra
készül, hogy visszajusson a bajnokságba, mégpedig a Sárospatak alakulata, és a Sárospatakiak most jelen pillanatban jobban állnak a Bőcshöz képest. 14 pontja van a Sárospataknak, új, sikerült telibe találni Tárkányit Haladénak, és vissza tudjuk szerezni a labdát. Nagy próbált oda vetődni, de kedvezőbb helyzetben volt Boda. Elpasszolják magukat? Ötvös próbálná megszerezni a labdát, de Wittmann figyelt, és Wittmann lövése! Megpattan utána, pedig hiába védi Wittmann Dávid lövését. Reszegi a kapuban, becsorog, bepörög róla a labda, és közben a játékvezető még kioszt egy sárgalapot is, amit Ötvös Nándor kap. Ugye Wittmannnal ütközött, és próbálta a labdát megszerezni, de aztán nem sikerült neki. 3-1 arányban vezet a Bőcs, szóval a Sárospataknak 14 pontja van, a Bőcsnek 12, úgyhogy ott ebben a megyei bajnokságban egyelőre a Bőcs a második helyen van. Fehérvári, ő próbál Wittmannról lefordulni. De azt tudni kell erről a Bőcsi csapatról, hogy miután kiestek az NB2-ből, egy picit átrendeződtek, de tényleg csak egy kicsit, néhány játékosuk távozott. Hoppá! Fehérvárit húzták vissza, szerintem legalábbis, a játékvezető tovább engedte, Nagy Patrik a gólszerző a másik oldalon, és így már 4-2 arányban, 4-1 arányban vezet a Bőcs. A negyedik percben, az első félidőben. És egyébként tehát ez a Bőcsi alakulat egy picit átrendeződött, hiszen volt három távozó játékosuk is, miután az NB2-t elhagyták, azonban négyen érkeztek a csapathoz. Közöttük olyan játékosok is vannak, akik már régebben játszottak Bőcsön, vagy egy-két évet kihagytak és nem kézilabdáztak, de most a Bőcs hívására egyből jöttek és a csapat rendelkezésére állnak. Kelemen közben a labdával, Nagy. Nagyon szép gól, szélről voltunk eddig eredményesek. A két szélső játékosunk, a két hajdonánási gól szerzője. Szóval visszatérve a Bőcsiekre, gyakorlatilag akik távoztak, azok helyett minőségben hasonló játékosokat sikerült hozni, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis alakulat egyébként, úgyhogy elmondta Madai Tamás a mérkőzés előtt, a hajdunánási a kedzője, mert egy picit beszélgettünk, hogy örül ennek a meccsnek, mert szerint egy jó csapattal sikerült összehozni ezt a találkozót, így a felkészülési időszak vége felé közeledve, és hát az ilyen ellenfelek ellen jó játszani. Sikerül megszerezni a labdát, pattog ide-oda, végül is Bancsók kezében landol a labda, Nagy, visszakapja Kelemen a labdát, megint Nagy, és az ígyszert pedig Nagy László maga biztosan belövi. Nagy Lászlónak ez a második találata, mi pedig szép lassan elkezdtünk fölegerészni a Bőcsiekre, 4-3-ra. Módosul egyébként az állás ennek a gólnak köszönhetően. Közben támadó szabálytalanságot mutat a játékvezető, úgyhogy kifelé lesz szabad dobás. Hát először végezzük el a szabad dobást, kedves Nagy Patrik, aztán utána majd bele lehet kapni a passzokba. Belemenés, igen, mutatja a játékvezető. Nagyon szépen és rutinosan lépett egyébként Boda be Kelemen elé. És igazából Kelemen nem is látta, hogy mit csinál, de valóban szabálytalan volt. Szóval ez a Bőcs rövid, kivonatos története a saját bajnokságát és kiesését illetően. Egyébként abban a megyében a Felső Zsolca, a Miskolc és a Kazinc Barcika második vonalbeli csapata szerepel még. Na, sikerül megszerezni a labdát? Rossz helyre pattant vissza. És Boda pedig összeszedte a kipattanót. Bodának ez a második gólja. És ezelőtt 3-ra módosul az állás, a játékvezető pedig megint visszafújja a középkezdést, mondván nem jól végeztük el, és lehet, hogy 5-2-t mondtam a Bőcsnek, de 5-3 természetesen. Na nézzük, Bancsók. Aztán Hadadi középen. Kelemen, nagy hiba volt, és ebből már is jöhet előre a Bőcs. Figyeltünk most, Vadászi hozza föl középen a labdát. Vadászi mégis egyedül el is vállalja. Neki volt igaza. Hát eddig nem jól muzsikálunk. Sem támadásban, sem védekezésben. Figyeljünk oda a középkezdésre, mondja Fehérvárja a többieknek.
Megint visszafújt a játékvezető. Egyébként teljes joggal kelemen volt az, aki még mielőtt útjára indították volna a labdát, átsétált a felező vonalon. 6-3 így tehát. A 9. percbe lépünk át az első félidőbe. Egyébként a hajdunárási csapatnak a felkészülés eddig teljesen a előre kijelölt mederben halad. Na nézzük Nagynak a lehetőségét oldalról. Eddig nem hibázott Nagy László. 3 kísérlete volt, és mind a 3-at maga biztosan belőtte a kapuba. 6-4-re módosul így az állás. Tehát rendben zajlik eddig a felkészülése a hajdunárási férfi kézilabda csapatnak. Ugye láthattak már egy felkészülési meccset, amikor a Hajdu Böszörmény ellen játszottak. Akkor azt maga biztosan megnyertük. Hopp, belefújt a játékvezető. Egyébként megint becsorgott a labda Reszeginek a kezéről, tehát ha nem fúj bele a spori, akkor gyakorlatilag ez is egy érvényes gól. Ez pedig egy ilyen kapáslövésnek lehetne mondani a futballban, amit elengedett. Az egyik bőcsi játékos, de aztán a hosszú indítás után, mert hogy remekül védett Reszegi, és gyorsan meglátta a felfutó Ötvös Nándort. Ennek köszönhetően tehát 6-5-re módosul az állás, fölzárkózunk most egy gólra, utoljára 4-3-nál voltunk egy gólra a bőcsiektől. Szóval csak végig tudom mondani egyszer a történetet, rendben zajlik a felkészülése a mieinknek. Nem tudom végigmondani. Egy újabb gól, ezúttal is Vadászi a gólszerző, egyébként ő a legeredményesebb a bőcsi csapatban, és megint visszafújja a játékvezető a középkezdést. Bancsú Károly pedig kérdőre vonta Herbák Tamás játékvezetőt, hogy ugyan már miért. Aztán természetesen le is folytatták a diskurzust. Maradjunk annyiban, hogy bizonyos játékos mozgásokat mindketten másképpen láttak és véltek felfedezni a pályán. Közben Bancsók lövi a 6. hajdunárási gólt. Nagyon szép találat volt, ezzel följövünk megint egy gólra, de sikerül egyenlíteni. Ez nagyban függ attól, hogy vajon most sikerül-e megakasztani a bőcsi támadást. És akkor előbb-utóbb majd befejezem a történetemet a hajdunárási felkészülést illetően. Ötvös szerez labdát remekül. Nagy, kicsit nehezen vette át. Ohó! Nagy László! Egy laza csukló mozdulat. És a kapuban a labda. Nagyon szép volt, olyan igazi csibészes megoldás volt ez Nagytól. Nem az egyenes lövést választotta. Egy kicsi csavart azért egy laza csukló mozdulattal belevitt ebbe a történetbe. 7-7 ezzel kiegyenlítünk. A 11. percben járunk az első félidőben. Szépen építik fel a bűcsiek a támadást közben. Aztán egy egyéni akcióval próbálkozott Molnár. Őt fogtuk meg szabálytalanul. Wittmann indította útjára a labdát, ő a beállósa ugye a bőcsieknek. Nagy. Aztán Nagy Patrik akadt fönn a falon. Szóval rendben zajlik a hajdunárási csapatnak a felkészülése. Hajdu Böszörményben voltak egyébként egy felkészülési meccsen. Ugye amit januárban játszott a két csapat itthon hajdunáráson, azt önök is láthatták, akkor győztek a mieink. Aztán Böszörményben talán egy vagy két góllal kaptak ki a fiúk. Közben pedig Hadadi kap egy ajándéklabdát és indul el egyedül. Nagy. Ezt is belövi! Itt már inkább azt választotta, hogy lepattintja a földre, onnan pedig a kapus lába alatt hagy menjen be a felső léc alá, ugye emelte is a lábát, Tárkányi is erre készült egyébként Nagy is. Szép gól volt, az 5. találata Nagy Lászlónak, ez pedig így láb volt, úgyhogy jöhetünk előre, és hát futószalagon Nagy kapja a következő labdát, és ezt is bevágja! 6 gólos Nagy László! Hát eddig ő a meccs embere. Szép és gyors indítás volt, és egyébként Nagy Lászlót abból a szempontból is meg kell dicsérni, hogy amint elveszítette itt a mi hatosunk előtt a labdát, Nagy Patrik azonnal megindult, hogy tudják indítani. Egy remek védés bodalövését hárította Reszegi, kicsit hosszú, hosszú ám, dehogy hosszú! Ötvös, gyönyörű gól volt! Hát csak én gondoltam azt, hogy hosszú lesz. Reszegi olyan mértani pontossággal látta meg, hogy megvan a lehetőség arra, hogy indítsa Ötvös Nándort, hogy gyakorlatilag végül neki lett igaz. A két védő között sikerült keresztül passzírozni, átlőni a labdát, és Ötvös után egy nagyon szép ejtéssel fejezte be az akciót. 10-7-re módosul közben az állás, a 11. percben még 7-7 volt, most járunk a 13. percben, és már elmentünk 3 góllal, 3 gyors góllal.
Megszerezzük a labdát? Igen, nagy, Hadadi, kicsit hosszú, és el is csenik Hadadi Lászlótól. Nem baj, ne legyünk telhetetlenek. Gyakorlatilag 2 perc alatt nagyon szépen megfordítottuk a mérkőzést, Vadászi. Nem sikerült Juhásznak jól átvennie, kicsorog a labda a kezéből. Szóval a Hajdúböszörményben kikaptak a fiúk, de azt mondta Madai Tamás, hogy összességében egy nagyon jó mérkőzést játszottak, közben pedig időt kért Madai Tamás, úgyhogy próbáljunk belehallgatni abba, hogy mit mond a fiúknak. Annyit változtatom, hogy megy a Zsoltért egy kicsit a Batakovic, hogy Borgasát a Bát irányított meg jobbát. Jó, Lecsó, lecsópíjan egy picit, vagy szuszadja, mert eddig megmente a gól, egy kis Láci megy szélre, egy jobb szélre, és játsza ugyanúgy a játékot ezen a színvonalon. Nem jó, szellemben támadjuk a falat. Egy támadásunk volt, ami az volt, amit szeretnénk, amit Kari fejezetünk kapasztanak az átszert húzás. Az volt, hogy egy húzás, amit körben egy ütközés, és abból tettük tovább a 10 méteren passzol, szóval nem volt, nem azért. Nem azért, mert ott hibáztunk, hanem azért, mert technikai hiba, labdaelagás. És ugye megbeszéltük, hogy a szélsővel vissza kell érni, úgy, ahogy most az előbb a Márkó. Patrik bírja? Jó, Bálint meg vissza a jobb balátlövő, Józsika lecsütsen egy kicsit, Rolit megkérjük, hogy a jobb szélt egy kicsit húzza meg, jó? Futni, 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 zicélben nem bántunk senkit. Jó? Na, azt mondja, hogy Tomi! Védekezés támadás szerint? Sajnán messze a idő? Sajnán jó, akkor azt mondja Bálint, itt játszik, védekezés támadás cselekedés. Mi van? Jó, Tomi? Hát, hogyha valami gáz van állod alatt. Hát jó, ezt az egyben. Na, gyere pár. Gyerünk, 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 gyerünk. Ketyör! Bős! Tomi, ne szokhassam. Rossz helyre ugrották, és ott egy irányító. Gyakorlatilag nem tudom, hogy mennyit hallottak a fiúkból, de egyértelmű volt Madai Tamásnak a mondandója. Egyrészt támadásban mondta a fiúknak, hogy rossz helyen támadják a falat. Nem ott is, nem úgy kell, ahogy eddig csinálták, és említette, hogy Fehérvárinak volt a beállós pozícióban egy nagyon jó zárása, amiben aztán Bancsók ugye be tudott menni és lőtte a gólját. És azt mondta, hogy ebből kellene többet összehozni, illetve védekezésben pedig arra kérte a fiúkat, hogy ne szakadjon a fal annyira széjjel, és ne hagyjanak területeket, ahova be tudnak mozogni a bőcsi támadók. Illetve hát Nagy Lászlónak mondta, hogy egy picit jöjjön le és szusszanjon, mert meglőtte a góljait ezen a mérkőzésen. Ki volt szabálytalan? Fehérvári, mutatja a játékvezető, aki visszarendeli a labdát, és szövegelés miatt Fehérvárit leküldi 2 percre. A játékvezető, hát nyilván Fehérvár István nyilván másképpen látta a dolgot. Madai Tamás pedig arra kéri Fehérvárit, hogy ne szövegeljen a játékvezetőnek. Igen, hát felesleges egy felkészülési mérkőzésen, meg pláne én azt gondolom, belemenni ezekbe a vitákba, és nem magyarázván előre is bármilyen bizonyítványt, és azt gondolom, hogy 10-7-es hajdonállási vezetésnél nagyon nem is kell, de az eredmény a másodlagos. Itt az a lényeg, hogy a két csapat ki tudja próbálni a megfelelő játék szituációkat, elemeket, azokat az új dolgokat esetlegesen támadásban és védekezésben, amit a tél folyamán gyakoroltak, vagy be akarnak majd hozni a tavaszi idénybe is. Nem egy vérre menő történet, tehát nem kell foglalkoznunk a játékvezetővel, én azt gondolom. Fönn a kezük egyébként, úgyhogy el fogják lőni. Nagyon szép gól volt. Reszegi elment az egyik oldalra, Gulácsi meglőtt a másik oldalra. Gulácsi Bálintnak ez az első gólja, ezzel 10-8-ra módosul az állás. Szóval volt egy Hajdúböszörményi vendégszereplés, és akkor egy vagy két góllal kikapott itt a felkészülési meccsek alatt a hajdunánási csapat, de utána játszottak a Tiszavasvárival. És ez azért pikáns és azért érdekes, mert ugye a Tiszavasvári jelenleg az NB1B keleti csoportjában játszik, és hát nem azt mondom, hogy a legacélosabb alakulat, de egy kicsit azért kellemesebb helyzetben vannak, mint annak idején mi, amikor az NB1B-ben szerepeltünk, közben Hadadi a gólszerző. Oly, de szép védésre Szegitől, és megvan-e a labda? Nem, Bodához csorgott ki, nem tudtuk összeszedni a kifelé jövő labdát, úgyhogy gyorsan megint két gólra faragja a hátrányát
A vendégcsapat 11-9, ember hátrányban vagyunk egyébként, úgyhogy ezért is volt értékes, hogy Hadad ilyen szép gólt tudott lőni, védekezésben pedig most egy pici hiányzott ahhoz, hogy megszerezzük a labdát. Szóval a Tiszavasvárival játszottunk, és azért akartam kiemelni az ő NB1-B-s szereplését, vagy a Tiszavasvári NB1-B szereplését, mert hogy nem egy rossz csapatról van szó abban a bajnokságban, és egy NB1-B-s, egy egész jó NB1-B-s alakulattal játszhattak a miénk, miközben Hadadi lő egy újabb gólt, Hadadi Lászlónak ez a második találata, és pont Hadadi László az, aki nem volt ott azon a bizonyos mérkőzésen a Tiszavasvári ellen, egyébként nagyon-nagyon hiányzott is a csapatból, és a hajdunánásiak mindösszesen csak 10 góllal kaptak ki, és ne felejtsük el, hogy mi a Hajdú-Bihar megyében játszunk, míg a Tiszavasvári az NB1-B keleti csoportjában. Közben pedig egy 2 perces kiállítás messzhúzásért Bata Tibort küld le a játékvezető. Hát mondhatjuk, hogy mire kiegészülünk, addigra újra ember hátrányban találjuk magunkat. És azt mondta Madai Tamás egyébként a Tiszavasvári mérkőzés után, hogy teljesen elégedett volt a csapat játékával, szerinte még tudtak volna faragni, közben a kapufáról Reszegi arcára perdül a labda, és onnan szedi össze, és indítja ötvöst a másik oldalon. Hát a szerencse is kell egy játékhoz, ez igaz. Ötvös Nándornak a 4. találata. Szóval azt mondta Madai Tamás, hogy teljesen elégedett volt a csapat teljesítményével, hogyha ott van Hadadi László, talán még tudtak is volna ezen a 10 gólos hátrányon faragni, mert hogy ne felejtsük el, hogy a Tiszavasvári az NB1-B-ben van, mi pedig azért mégiscsak a megyei osztályban, úgyhogy mindez azt mutatja, míg ugye a Hajdú-Böszörmény pedig NB2-es, mindez pedig azt mutatja, hogy nincs rossz pályán, nincs rossz úton a hajdunánási csapat. Abba az irányba egészen biztosan nincs rossz úton, hogy visszajusson az NB2 északkeleti csoportjába, hogy aztán majd a jövőre nézve, kicsit hosszabb távon előre nézve, ez mire jogosíthat fel bennünket, Bandzsóklő közben egy újabb volt. Hát ezt majd meglátjuk, és én azt gondolom, hogy ennyire ne is szaladjunk előre, hiszen március 19-én elrajtol a megyei bajnokság, és azért sok-sok víz lefolyik még a Tiszán, meg itt nálunk a keleti főcsatornán, mire annak a tavaszi szezonnak a végére érünk, és azért nyugtával dicsérjük a napot, még akkor is, hogyha egész tetemes a hajdunánási csapat előnye. Közben pedig egy újabb nagy gól, Vadászira nem figyeltünk, elmozgott a fal előtt, és nagyon tisztán és szabadon lőhetett. Ember hátrányban vagyunk, úgyhogy most, mint az előző támadásnál, Reszegi Csabát lehozzák a kapuból Madai Tamásig, és akkor ez azt jelenti, hogy plusz egy mezőnyjátékos a pályán, tehát 6-6 ellen támadhatunk. Ugye sokat beszélgettünk már erről, hogy hogyan ivódott bele a kézilabdába ez a játékrendszer. Ide szép volt, és Hadadi ki is harcol egy 7 méterest, illetve egy 2 perces kiállítás is lesz. Ez pedig Gulyás Roland kapja. Őt küldi le a játékvezető, és az első büntető a mérkőzésen, amit Hadadi fog elvégezni, és 10 másodpercig ember azonosság a pályán, utána pedig mi leszünk majd 1 perc 50 másodpercig. Előnyben Hadadi első szándékból megoldja. Ez a 3. találata a mérkőzésen. És most kiegészülünk, tehát mi vagyunk ember előnyben. Szóval sokat beszélgettünk már arról, hogy itt a hajdunánási televízióban a közvetítések alatt is, hogy hogyan ivódott be a játékba az, hogy lehozzák a kapust, leginkább ugye akkor, amikor ember hátrányban játszik egy alakulat, hogy 6-6 ellen tudjon támadni. És ez elkezdett egyre lefelé szivárogni a profiktól és a nagyoktól, és most már ugye itt is megjelent ezeken a mérkőzéseken, úgyhogy senki ne lepődjön meg. Egy újabb időkérés, csak most Farkas Tibor hívta le a bőcsi csapatot, mi pedig hallgassuk meg Madait a másikat. Ki mondta, hogy menjen ki? Ott álljon, oldalazzon, és a satúval egy dolog, gyerekek. Olyan gólokat kap a Tomi, hogy senkinek nincs lehet a keze, és nincs faut. Dani is kimegy, ez nem faut. Jó, oda nem egy szélre, Danika. Onnan van, akkor a futás, mikor a bodornában a labda. Jó, onnan úgy, hogy a hatoson kívül, tehát nehogy belépjél, hogy ne legyen oda. Most, amíg ember hátrány. Egy dolog, másik dolog. De Petike, azért van irányító, hogy mondja, hogy legalább ennyit, hogy ezt mondta azt, hogy tavasz. Fusson nyugodtan, Bálint, menjen Molnár kapu felé, jó? Ne én kiabáljak már innen. Oké? Okay? Jó, és a lélekezés, gyerekek. Az itt szerek, 1, 2, az, hogy nem látom ezt. Illetve azt, hogy lenne fau. Gyere, pár! Kettő, három! Bőcs!
Madai Tamásékból nem sokat hallottam, viszont Farkas Tiborékból már igen, és amit ugye fölrót a csapatának, de ezt önök is tisztán hallhatták, hogy a védekezésben nagyon enerváltak a fiúk, sokkal több a pici apró szabálytalanságot kér, faltokat, amivel meg tudják állítani a nánási támadásokat, és hát ugye azt kérte mindenkitől, hogy tegye föl a kezét, és próbáljon védekezni, mert hogy ezt hiányolja, és ezt nem látja a csapatától. Mi pedig úgy látom, hogy védekezést váltottunk, 5-1-es zavaró védekezés, ötvös van kint középen, és föl is toltuk egyébként a védekezésünket egészen a 9-esig, tehát próbáljuk hátra szólítani a bőcsieket, leginkább nyilván azért, hogy Vadász itt távol tartsuk a kaputól. Meg hát Boda Márkot akartam még mondani másodikként, na most jól végezzük el a középkezdés, de már föl tud állni a bőcsi csapat, aztán átrendeződünk mi is, hogy a felállt fal ellen tudjunk támadni. Mert hogy Boda is egyébként nagyon eredményes a vendégeknél. 4 gólja van neki is, és Vadászi Péternek is. 15-11-re módosul közben az állás, és már a 20. percben járunk az első félidőben. Hadadi! Bele tudott még érni Tárkányi Tamás, de kitolni már nem tudta a labdát. Hadadinak ez a 4. találata. Egyébként a 11. percben még 7-7 volt a mérkőzés állása, és onnan kezdtük átfordítani a meccset a saját javunkra. Ennek köszönhetően most 5 góllal vezetnek a mieink. Kiegészül közben a bőcsi alakulat. Jaj, de sikerült ezt azért Reszeginek kivédeni. Kicsit féltem, hogy mi lesz, mert Wittmann nagyon szépen ugrott ott be a kicsorgó labdáért, és bizony nem is kevés hiányzott ahhoz, hogy esetleg gólt érjen el. Na nézzük, most már teljes létszámban mindkét csapat a pályán. A bőcsieknél Gulyás is letöltötte a kiállítását. Bancsók, ötvös! Szép játék lett volna, csak magas volt a labda ötvösnek. És hát nem tudom, hogy kínait akartak-e összehozni belőle, vagy egyszerűen csak ötvöst a szélen megjátszani, mert nagyon szépen húzták ott össze Bancsókik az 1-es-2-es védőt, és ötvös be tudott jönni az üres területre. Csak pontatlan volt a labda. Na, hát addig meddig tette-vette Molnár Márk, hogy végül is gól lett belőle, ez az első találata a meccsen. Mi pedig nagyon gyorsan válaszolunk erre a gólra a másik oldalon. Bata Tibor a gólszerző. Ezzel 17-12-re módosul az állás a 22. percben az első félidőben. És annak ellenére, hogy kiegészült a bőcs, továbbra is marad az 5-1-es zavaró védekezésünk, de nem jövünk föl a 9-esig. Egyedül csak ötvös van ott középen, aki próbál zavarni, és próbálja Vadászi Péter távol tartani, akinek szerintem mind a 4 gólja átlövés gól volt. Ez a kapu mellé megy, de Molnár ellen szabálytalanok voltunk. Be tudták játszani a körre a labdát, de a kapufa most segített rajtunk. Molnár hagyta ki a helyzetet, Hadadi egyedül gól! Egyre többször látszik az, hogy mintha szétszakadna a pálya egy-egy támadás után. Elveszítette most is a bőcs a labdát, közben egy sárga lap. Wittmann Dávid kap sárgát a vendégeknél. Elveszítette a bőcs a labdát, és egyszerűen szinte meg sem indultak vissza védekezni. Akik meg megindultak, azok kevesen voltak, és közöttük Hadadi nagyon szépen be tudott lavírozni. Remek és pontos labdavezetéssel. Nem azt mondom, hogy mintha elfáradtak volna, de nem látszik túl energikusnak és dinamikusnak most ez a bőcsi alakulat, ami nem azért van, még egyszer mondom, mert hogy fizikailag lenne velük gond, hanem egy picit fejben nincsenek itt ezen a meccsen szerintem. Egy remek védés. És az indítás pontatlan, ezt most nem sikerült ötvöshöz eljuttatni. Wittmann várja meg, míg fölzárkóznak a többiek, mert hogy egyedül elől csak Molnár Márk volt. Vele meg ketten kevesek lettek volna a hajdonánási védelem ellen. Mi azért gyorsabban tudtunk és tudunk visszarendeződni. A 24. percbe lépünk át, 18-12-es hajdonánási vezetésnél. Oh!
Fönn a játékvezető keze, miközben nagy ellenszabálytalankodunk. Wittmann indítja útjára a labdát, nagy. Jó volt az elképzelés, de jó volt nálunk a blokk is. No, ebből pedig jöhet egy kontra, de szép testsel volt, és aztán egy gyönyörű gól. Kis Dávid első találata a mérkőzésen, ügyesen csinálta, dinamikusan, gyorsan, úgy, ahogyan kell. ...19-12, és elmondta egyébként Farkas Tibor a mérkőzés előtt, hogy voltak olyan meccseik a saját megyei bajnokságukban, a Borsodabói Zemplén megyei bajnokságban, amit elveszítettek, összesen két mérkőzésen kaptak ki, egyszer, ugye nem meglepő módon a Sáros Pataktól Ötvös megszerzi, igen, elcseni a labdát Vadászitól, aztán keményen eltalálja közelről, közvetlen közelről Tárkányi, de nincsen semmi gond. Tárkányi is mutatja, hogy ez van. Benne van a dologban, ez mellé ment. És most szépen fölépítjük a támadást. Szóval elmondta Farkas Tibor, hogy ahol kikaptak, ez a Sáros Patak elleni első mérkőzésük volt, akkor 29-23-ra kaptak ki, illetve egyszer Bőcsön a Felső Zsolca vendég szerepelt, és 23-20-ra nyert a Felső Zsolca. Az egyébként egy meglepő dolog volt akkor, hiszen abban a bajnokságban is valahogy úgy van, mint nálunk, hogy a Hajdunánás és a Hajdúszoboszló kiemelkedik, náluk ugye a Sáros Patak és a Bőcs, és aztán jön a Felső Zsolca, a Miskolc és a Kazincbarcik a második csapata. De azt mondta Farkas Tibor, hogy ez a két vereség azért volt, mert van négy olyan játékosa, akik néha munkahelyi elfoglaltság miatt egyszerűen nem tudnak a legnagyobb akarattal és jó indulattal sem a csapat rendelkezésére állni, miközben láb volt Bancsóknál, és ezért vett el a játékvezető. És amikor ők négyen hiányoznak, szinte kezdőjátékosak mind a négyen, sőt, hát mind a négyen nem csak hogy szinte, hanem egy az egyben kezdőjátékosok, közben Wittmann ellen szabálytalankodunk. Ha ők nincsenek a csapattal, akkor sokkal nehezebben megy, és ennek volt köszönhető a Sáros Patak, illetve a Felső Zsolc elleni vereség is. És ez a négy játékos egyébként most sincs itt ezen a meccsen Hajdunánáson. Úgyhogy mondta Farkas Tibor, hogy nem lesz könnyű a meccs, de megpróbálnak mindent. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lenne akkor, ha, de hát ahogy szokták mondani, haval kezdődő mondatok nincsenek a sportban, és ugye Molnár András, a női kézilabda csapat edzője szokta mindig azt mondani itt Hajdunánáson, hogy az a csapat, a hajdunánási csapat, aki éppen akkor fölmegy a pályára, és abból kell főzni, ami van. Úgyhogy ez a Bőcsi csapat most az a Bőcsi csapat, aki Bőcsöt képviseli, függetlenül attól, hogy ki van itt, vagy ki nincs itt, Gulyás lő egy szép gólt, ezzel 19-13-ra módosul az állás, és nagyon gyorsan ott vagyunk az ellenfél kapujánál. Kis Dávid a gólszerző. Gulyás az egyik szélről a Bőcsieknek megszerezte a 13. találatát, míg a másik oldalról pedig nálunk Kis szerezte meg a 20. hajdunánási gólt, és közben egy kiállítás is, talán, ha jól láttam, akkor Nagy Patrikot küldték le 2 percre, Kis ellen szabálytalankodott egyébként, és most kijövünk szinte emberfogásra, ha nem is mindenkit, de Vadászité is. Molnár Márkot tartjuk távol, rájuk egy az egyben ügyelünk. Wittmann indítja útjára a labdát, Ötvös már megy is Vadászihoz. És Wittmannt is kivesszük most a játékból. Madai Tamás forgatja most a lapokat. Már ilyen 4-2-re hasonlít a védekezésünk, és ebből sikerül is labdát szerezni. Ötvös csentel a játékszert, jó lehet azonnan. Kis megpróbálta, nem volt rossz, viszont Tárkányi Tamás túljárt az eszén. Jó volt az elképzelés, jó volt a lövés, Tárkányi pedig jó ütemben emelte a kezét. Marad a 20-13, és 1 percig vagyunk még emberelőnyben. Vadászi. Ó, Boda! Hát igen, ő sokszor megtréfált már bennünket a mai meccsen, ez az 5. találata. Hadadi, de szép volt, nagyon gyorsan jöttünk előre. Hadadi megkapta a labdát, kinézett oldalra, mintha le akarna szélre passzolni. Ezzel a vele szemben lévő védőt becsapta, és aztán már a kapusaszén kellett idézőjelbe csak túljárni. Ez a 21. hajdunánási találat. A 28. percben járunk egyébként, az első félidőben 21-14-es hajdunánási vezetésnél.
A Boda. Igen, megint ő az, aki túl jár rajtunk, vagy túl jár a hajdunánási csapat eszén. És mindig azt figyelem éppen, hogy bármennyire is szorongatják, azért mindig le tud fordulni a védőjéről. Most pedig egy apró szabálytalanság a vendégek kapuja előtt, ezért jön a szabaddobás. Na, Nagy László szusszant egyet, most már ő is a pályán. És úgy látom, hogy kis maradt a jobb szélső, Nagy László pedig bentebb jött a jobb átlő helyére. Hadadi egyedül próbálta, meg igaza volt, nem nagyon akartak rá kilépni. Egyébként ezt is hiányolta a legutóbbi időkérésnél Farkas Tibor, hogy nincsenek meg azok a pici apró kilépések és technikai, taktikai faltok, amivel meg tudják fogni az ellenfelet. Hát Hadadi is szinte úgy volt ennél a támadásnál, hogyha nem nyúltok hozzám, hát akkor megyek a kapura és gólt lövök. Neki volt igaza. Nagy. Egyedül próbálkozik Nagy Patrik. Egyébként a Bőcsi csapat, miután kipottyant az NB2 északkeleti csoportjából, ugye elveszített három meghatározó játékost, de többen is jöttek helyettük, és például a tavaly meglepő módon széteső Miskolc csapatától is érkeztek játékosok. Ugye hát a Miskolc volt az, aki emlékeim szerint talán a második helyen végzett a bajnokságban, és aztán közben fenn a játékvezetők keze. Aztán oly de szép védekezés volt, de nem tudtuk megszerezni a labdát, de egy zicsertől mentettük meg a kapunkat, én azt gondolom. Ezt most már el kellett lőni passzív játéknál, Vadászi lőtt fölé. Szóval a Miskolc bármennyire is jól játszott az előző bajnokságban, mire vége lett a bajnoki évadnak, elfogyott a pénz, és a miskolci csapat pedig szétszélett, Fehérvári ellen szabálytalankodnak. És egy időn túli 7 méteres lesz, és közben pedig egy 2 perc is még így végszóra, mégpedig szerintem szöveg miatt Nagy Patrikot küldi le a játékvezető, és azért felesleges ez, mert Nagy Patriknak számításaim szerint ez a második 2 perces kiállítása, így pedig nagyon nehéz helyzetbe hozza a csapatát a második fél időre, mert még egy kiállítás, és akkor gyakorlatilag piros lappal ő ki is pontozódik, hogy ilyen kosárlabda dolgot is behozzunk ide. Az időn túli 7 méteres pedig sikerül Bata Tibornak belőnie. Ez pedig azt jelenti, hogy a második hajdunánási büntetőt is értékesítettük, és az is biztos, hogy 30 percnyi játék után 23-15 van a kijelzőn, tehát 8 góllal vezet a hajdunánási csapat, és én éppen azt számolgattam, hogy a 11. percben még 7-7 volt a mérkőzés állása, és az azt követő 19 perc alatt nekünk gyakorlatilag sikerült 16 gólt lőnünk, míg az ellenfélnek csak 8-at, tehát ez a 19 perc volt az, amikor elkezdett nyílni az olló, és utána ez egyre erősebb lett a két alakulat között. Kedves nézőink, én tényleg azt gondolom, hogy egy gólgazdag, nagyon jó kis mérkőzés ez a felkészülési meccs a hajdunánás és a Bőcs csapatai között. Vége tehát az első félidőnek, 23-15-ös hajdunánási vezetéssel búcsúzunk az első játékrésztől, de ne menjenek sehová, jön egy rövid szünet, és utána pedig jövünk vissza a második félidővel. Szaladgálás. Felesleges papírmunka helyett nyisson ügyfélkaput, és intézze otthonról adóügyeit. Az ügyfélkapu mindig nyitva van. Sőt, 2017-től kézbevallása is ügyfélkapun érkezhet a NAV-tól. Készült a Nemzeti Adó és Vámhivatal megbízásából.
legyél te is a Nánási Foci Suli nagy családjának a tagja. Első pozícióba utazik, de megy a Batatibi, Alföldi Máté, Bodogán, Véti tenger, jó? Jobb szélre megy a Lecsó tenger, és egy beálló megy előre, a Tupi fogja kezdeni a beállót, jó? Igen, gyakoroljátok, mindenképpen azért is csináljuk, hogy a juniorok gyakoroljon erre, jó? Tupi elmegy kettesbe védekezni, másik kettesbe Máté védekezik, és ugyanezeket a játékokat próbáljuk tovább, egyszerű játékokat, ütközésbe mondjuk tovább, és próbáljuk ezt a harmadikat. Gyerünk gyereket, így tovább! Jó, kettő, három! Hamarosan kezdődik a második félidő, akik most kapcsolódnak be a közvetítésünkbe. Azok számára gyorsan elmondom, hogy egy felkészülési meccset láthatnak. A hajdunánási férfi kézilabda csapat a Bőcsieket látja vendégül itt a hajdunánási városi sportcsarnokban. És azért is felkészülési mérkőzés, mert a férfiak számára csak március 19-én rajtol majd a megyei bajnokság. Ugye a hölgyek már túl vannak három mérkőzésen is a tavaszi fordulókat tekintve. Ők ugye két győzelemmel és egy vereséggel rajtoltak, de a megyei bajnokság sokkal-sokkal később kezdődik. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, miközben a hajdunánási csapat kezdi meg a második félidőt. Ugye nagyon sok csapat van a megyei bajnokságokban, akik a szabad ég alatt játszanak még aszfalt pályákon, közben pedig támadó szabálytalanságot mutat a játékvezető, a beállósunk hibázott, Tupica Róbert csinált valamit ott bent a falban. Szóval nagyon sok csapat a megyében egyébként még aszfaltpályán, bitumenpályán játszik, és februárban kint a szabadban azért nem lehet elkezdeni egy bajnokságot, és hát ugye láttunk már olyan évet, amikor március 15-én esett a hó, és éppen ezért még az sem egy ilyen bombabiztos időpont, amikor el lehet kezdeni a bajnok idény, de március 19-e, az már tényleg így a hónap vége felé van, és akkor már helyek közel ezeket a meccseket is le lehet bonyolítani. Hát, hogyha a második félidő statisztikáját akarjuk elmondani, akkor egy támadó szabálytalanság, itt egy támadó szabálytalanság, ott, és aztán ebből egy indítás és egy Dankó József gól, eddig ez a mérleg. Egy percnyi játék után a második félidőben úgy, hogy a vendégek ember hátrányban játszanak még 48 másodpercen keresztül. 23-15 volt tehát az első félidő, és ahogyan akkor is láthattuk, ugye 7-7-ig volt szoros a meccs, utána elkezdett a hajdunánási csapat egy nagyon szép előnyt kiépíteni, ami 8 gólra hízott. Alföldi gyönyörűen csente el a labdát, aztán érkezik a bal oldal, és Bata! Ha már jött és megkapta a labdát, megszerzi önmaga a harmadik, a hajdunánási csapatnak pedig a 25. találatát, és nagyon-nagyon gyorsan kihasználva az emberelőnyt, már is 10 gólra hízlaljuk a különbséget köztünk és a Bőcs között. 10 másodperc múlva egészülhetnek ki a Bőcsiek, és Nagy Patrik az, aki visszatér a pályára. Egy kis szabálytalanság, úgyhogy Wittmannak kell útjára indítani a labdát. Vissza is érkezett most már a pályára Nagy Patrik. Vadászi le a jobb oldalra. Vadászinak kiesik a kezéből a labda, de Gulácsinak tovább tudta tenni. Gulácsinak is kiesett egyébként. Fönn a játékvezető keze. El kell lőni. Ez a passz még belefért. Ez a védés is gyönyörű volt. Torma. És egy gyönyörű indítás a másik oldalon. Á, ide kár, hogy kimaradt Nagy László lövése, rá is csap egy nagyot tenyérrel a padlóra. Mert hogy tényleg nagyon szépen védett Torma a kapuban, és aztán utána pedig jó volt az indítás is, és az első fél időben is láthattunk egy ilyen indítást, amikor két védő között sikerült Ötvös Nándorhoz eljuttatni a labdát, akkor ugye a hajdunánási kapuban még Reszegi Csaba védett a másik oldalon. Most viszont Torma hasonló pontossággal Nagyhoz jutott el a labdát, csak ebből nem lett gól. Ennyi a különbség a két történet között. Na de ne legyünk telhetetlenek, 10 góllal vezetünk a negyedik percben a második félidőben, és mire én ezt kimondom,
addigra változik az állás, és 9-re faragja a hátrányát a Bőcsi csapat. Ezzel a góllal tehát, Tupica. Közben nézzük, hogy mi zajlik a mi kapunknál. Na nézzük, Bodogán, Alföldi, jelentősen átformálta a csapatot Madai Tamás a második félidőre. Egyértelműen a fiataloknak szavazott most bizalmat. Bodogán, Nagy, gyönyörű gól volt! Nagy Lászlónak a 7. találata a mérkőzésen. Most közben a játékvezető mutatja, hogy tessék visszajönni, mert így nem lesz jó ez a középkezdés. Ez láb volt, de előtte már szabálytalankodtunk Párfi ellen. Vadászi leteszi jobb oldalra. Ez nagyon szép csel volt, de onnan már ebből az éles szögből Juhász nem tudta megtréfálni kapusunkat. Bodogán, szép volt! És a felső léc mentette meg a góltól a Bőcsieket. Egy hosszú indítás a másik oldalon. Bent volt, kint volt, lent volt, én láttam, ott volt, úgy volt, gól volt. Mutatja Katona János játékvezető Madai Tamásnak. Tehát körülbelül ilyen gyorsan és valami hasonló mondat felépítéssel és szövegszerkesztéssel gyorsan megbeszélték egymás között a dolgokat, de hát higgyünk a játékvezetőnek, ő volt közelebb, és egyébként mutatta is, hogy itt voltam, láttam, hidd el, meg volt, bent volt, és ha minden igaz, akkor Párfi Zsombor a gólszerző egyébként. Bodogán, Bata, de nagy gól volt, első blikre úgy tűnt innen nézve, hogy mellé megy a lövés, és aztán akkor tudatosult bennem is, hogy bizony ez a bombaerős találat bent van a kapuban, amikor Tárkányi maga mögé nyúlt és kiemelte a hálóból a labdát. Szép volt. 27-17, visszaállt tehát a 10 gólos különbség. Az 5. percben. Közben Nagy Patrik próbálkozott is ellene. Szabálytalankodtunk. Molnár tette tovább a labdát, aztán már Nagy, és Nagy végigvitte. Ebből lesz egy 2 perces kiállítás, igen, Alföldit küldi le a játékvezető. Nagy Patriknak pedig ez a második találata. Farkas Tibor egyébként a gólja után meg is dicsérte a Bőcsiek edzője. A harmadik alkalom, hogy emberhátrányban kell játszanunk, ez tehát a harmadik kiállítás. És e tekintetben döntetlenre áll a meccs, hiszen 3 kiállítás volt a másik oldalon is. Bodogán, Bata, Bata, Bodogán, Nagy. Keményen védekeznek most a Bőcsiek. Bodogán, Nagy, Tupica. Hát ez Tárkányi remekül védte. Még nagyon sokáig kell ember hátrányban játszanunk. Egy perc, 10 másodperc múlva egészülhetünk ki. Páfi, Molnár, Nagy, ő kapja vissza a labdát Gulácsitól. Molnár, még tovább, Nagy elpasszolta magát, Gulácsi ezt nem tudta összeszedni. Bodogán pedig mutatja a többieknek, a srácok csak nyugodtan hozzuk föl a labdát, 50 másodpercig még ember hátrányban vagyunk. Kár lenne ezt a dolgot elkapkodni, és igaza is van. Bata. Ő kapja vissza. Tupica középen. Ugye most ő kijött a falból, hogy ember hátrányban kell játszanunk. Nagy, akkora lövés volt! Nagy Lászlónak a 8. találata. Tárkányi jó irányba nyúlt, és jól nyúlt bele a labdába, de csak bele tudott tolni, kivédeni már nem. A másik oldalon pedig a vendégek beállósa Wittmann Dávid eredményes. Nagyon gyorsan válaszoltak a mi találatunkra. 28-19-re módosul az állás a 9. percben
második félidőben, és 5 másodpercen belül, ha minden igaz, akkor kiegészülhetünk. Bata. Meg is vagyunk. Alföldi visszajön, Tupica kap egy zicsert, egy nagyon jó labdát, és Tupica be is vágja. Az ő első, a hajdunánási csapatnak a 29. találata. Hát még csak a második félidő 9. percében járunk, de már lőtt a hajdunánási csapat 29 gólt. Ha ez így folytatódik tovább, akkor biztos, hogy nagyon gólgazdag mérkőzés lesz ez. Nagy. Remek védés. És a Mi Nagy Lászlónk teszi most Alföldinek a labdát. Alföldi megpróbálja. Igen, látszott, annyira kinézte magának, hogy ő már pedig ott meg fogja próbálni, és igaza lett. Nagyon sok kéz volt egyébként előtte, de hát úgy volt vele, hogy a zavarosban lehet igazán jól halászni. És be is jött. Molnár. Nagy. Gulácsival váltanak most. Hoppá! Kicsit nehezen, de összeszedik a labdát a vendégek, és Maszte majdnem! Ebből lett veszélyes a Bőcsi alakulat. Gulács indított el a labdát, és a kapufa segített nekünk. Megint Gulácsi, ez elmegy a kapu előtt, de azt mutatja a játékvezető, hogy Dankó szabálytalansága miatt belülvédekezést mutat, ha jól látom, a játékvezető 7 méterest kap a vendég alakulat. Ez az első büntetője egyébként a vendégeknek, és Kóródi Tamás áll oda elvégezni. Szép volt. Kóródinak az első találata, aki egyébként húzza a lábát most, hogy jön visszafelé védekezni, de marad a pályán, gyanítom. 30-20-ra módosul az állás, 10 góllal vezetnek tehát a mieink. Egy nagy és hosszú keresztlabda Nagy Lászlóhoz, Bodogán forgatja ott a labdát. Alföldi. Nem volt rossz elképzelés, csak az irányzékkal volt gond. Molnár. Aztán Gulácsi. Ő kapja Nagytól vissza. Hát csak addig, meddig tették, vették, pattogott ide-oda a labda, míg Wittmant megtalálták. Nagyon jól helyezkedett egyébként Wittmant Dávid ott a vonalon. Alföldi, ezt pedig a kapus védi. Na, volt minden Alföldinél. Lőtt gólt, mellé is ment egy lövése, és a kapust is eltalálta. Úgyhogy, ha ilyen egy sima, egy fordított, akkor most megint gólnak kellene következnie. Persze majd meglátjuk. 30-21-re módosul az állás. A 12. percben, a második félidőben. Alföldi. Tupica jött most ki a falból. Bata. Bata szépen csapja be az emberét, és aztán lő egy hatalmas nagy gólt. Kóródi volt az, aki nem tudott vele mozogni, de gyanítom azért, mert tényleg fájlalja a lábát, és le is jött most egyébként. Helyette pedig Vadászi Péter ment föl a pályára. Egyébként Kóródi Tamás pont azon játékosok egyike, akik a miskolci csapatban játszottak a 2015-2016-os bajnokságban. Aztán amikor szét esett a történet, akkor jött át. Közben egy 2 perces kiállítás. Bodogánt küldi le a játékvezető. Hát azért a második félidőben már egyre többször vannak ilyen 2 perces kiállítások. Lehet azért, hogy mindenki fárad egy picit, mert nehezebben tud azért mozdulni a támadó játékossal szemben, és ilyenkor már könnyebben benne van az, hogy már csak úgy tud utána nyúlni, vagy csak úgy tudja megfogni, hogy az bizony 2 percet ér. Közben egy szabálytalanság, Molnár gólja, így nem érvényes, belefújt a játékvezető. Pálfi, aztán már középen a labda Nagynál, Vadászi még tovább tudja tenni.
És elcsenjük a labdát, de mit mutat a játékvezető? Szabálytalanság volt, úgyhogy visszafújja. Hát majdnem elveszítettük, de Batához azért eljutott a játékszer. Ő most azért morog, hogy miért kellett ezt visszafújni. Ha meg nem fújja vissza a játékvezető, és el tudják csenni Batától, Bata elől a labdát, akkor meg azért morogtunk volna. Bata. Nagyra figyelnek most, Pálfi lépett ki rá egyébként a falból, a vendégektől. Alföldi ellen szabálytalankodnak. Jön a szabad dobás, Bata, Tupica. Ember hátrányban vagyunk még 46 másodpercig. Bata, Alföldi, vissza Batának. Bata, de szépen mozgott el. Most mondanám, hogy még a kapuson is túl volt a labda, de az is igaz, hogy nagyon jó ütembe ment Tárkányi, tehát ha kapura megy, akkor kivédi, így, hogy mellé lőtt Bata, így meg nem volt dolga ezzel a történettel. Vadászi közben önmagának az ötödik gólját lövi a bőcsieknél, és a 22-et a csapatának. Nagyot most lehívja a pályáról Madai, és kimegy be helyette, 8 másodpercen a kiegészülünk, közben pedig elpasszoltuk a labdát. Molnár jön be nagy helyet, és akkor ebben a pillanatban kiegészülünk, de Vadászi még ember előnyben vezethette rá a falra a labdát. Most már meg vagyunk teljes létszámban. Pálfi, Molnár, Vadászi a labda útja. Juhász, Nagy, Vadászi, Molnár, Pálfi. Már csak a beállós nem volt játékban, meg a kapus. Bár ott benne a falban Wittmann Dávid bőszen nyújtogatja fölfelé a kezét. De egyelőre jól fogtuk most őt le. Wittmann indítja útjára a labdát. Fönn a játékvezető keze, Nagy. Egy szabálytalanság. Alföldi volt szabálytalan, jön a szabad dobása bőcsieknél. És mivel passzív, ezt valószínűleg el akarják lőni. Ó, talán még beleér Torma, de hárítani már nem tudott. És nagyon gyorsan ott vagyunk az ellenfél kapujánál. Bodogán Péter, önmaga első, a csapatának pedig a 32. gólját szerzi a 16. percben, a második félidőben. Ugye az előbb pedig Vadászi Péter volt eredményes a mi kapunknál, az volt a 23. bőcsi találat, erre válaszolt Bodogán. A 15. percben, bocsánat, már a 16. percben járunk a második félidőben, 32-23 a mérkőzés állása. Bata, oly, micsoda tempóval ment, esélye nem volt a védőjének, hogy utolérje. Bata Tibornak ez a 6. találata, Gulyás próbált vele futni, de aztán Gulyás Roland föl is adta ezt a dolgot. Belemenést mutat a játékvezető, kifele szabad dobás. Molnár, gól! Molnár Tamás a gólszerző, és egy másik friss embertől kapta a labdát. Mégpedig Harsányi Dávidtól, ő is most állt be a játékba. Aztán Molnárt lehívja Farkas Tibor edző, és helyette pedig Gulácsi Bálint jön föl a pályára, akkor egy kicsit átrendezi a csapatát. De rossz volt ez a találkozó, pont fölugrott a labdáért Gulácsi Bálint, és pont elé pedig kilépett Harsányi. De rosszul ütköztek össze. Hát ugye szegény Harsányi Dávid fájlalja a fájlalnivalót, ugye Smiley a Betze neve egyébként, tehát most nem volt őszinte a mosolya, maradjunk ennyiben. Egy remek védés Tormától, és ebből pedig jöhetünk előre. Gyakorlatilag tartjuk ezt a 9-10 gólos különbséget a második félidő eltelte óta folyamatosan. Ugye 23-15-tel fordultak a csapatok, azóta mi lőttünk 11 gólt, és kaptunk 8-at mellé. Ó, Bata! Mm.
És jöhet a Bőcsiek támadása. Az előbb Farkas Tibor mondta a fiúknak, hogy gyorsabban járjon már a labda, kicsit gyorsabb játékot kért a csapatától. Hát, vagy mondjuk talán például valami ilyesmit. Meg volt a közé. Uppá, ez pedig egy belemenés lesz, nem csak egy szabálytalanság, közben pedig nézzük meg azért ezt a gólt. Nagy Patrik volt a gólszerző a másik oldalon. Ezzel 35-24-re módosul az állás, és aztán gyorsan próbáltunk az ellenfél kapuja elé robogni. Ebbe volt benne ez a szabálytalanság. Bata. Bodogán. Alföldi Bodogán. Á, nem volt jó a bejátszás. Nem is tudott felugrani Bata annyira, amennyire szeretett volna. Hát az előzőnél az első fél időben azt mondtam, hogy nem biztos, hogy egy kínai figurát akartak összehozni a fiúk. Bancsuk is ötvös szereplésével. Ó, becsorog a labda. Boda már régen köszönt be egyébként a kapunkba. Hoppá! Hát itt a levegőből sikerült Batát leszedni, és Boda a gyors gól után gyorsan kap is egy 2 percet. De nem ő kapja. A Molnár mutatja, hogy sporját, én ott se voltam. És én is azt láttam, hogy mintha Boda lett volna szabálytalan, talán. Vagy talán én láttam rosszul. Ugye azért jó, hogy önök látnak egy lassítást, mert abból azért sok mindent másképpen lehet látni. Nekem sajnos csak az élő egyenes adás van, amit a két szememmel látok. Na de a lényeg, hogy 10 góllal vezetünk, és ember előnybe kerülünk, Bodogán keményen fölé lőtte. A 20. percbe lépünk. Szépen lassan csordogál egyébként ez a második fél idő. Tempójában jó volt az első harmada, az első fele. Aztán utána kicsit lelassult a játék. És talán nem is mi lassultunk le ebbe a játékba, nem a hajdunánási csapat, hanem a Bőcsi alakulat. Nem azt mondom, hogy kevés a szufla, hanem 10 gólos hátrányban még egy edzőmeccsen se olyan nagyon izgalmas azért játszani. És ami viszont nagyon szívderítő ebben a történetben, hogy ugye az idősebb, rutinosabb játékosait lehozta Madai Tamás a második félidőre, és folyamatosan ezt a sort játszatja a pályán, akiket most látunk. Játék közben Molnárhoz csorog ki a labda. Alföldi, Bodogán, még tovább Kelemen, így lesz Zitzer. És Kelemen Zsolt is lő egy nagy gólt. Nagyon sokat volt pályán, de ez az első találata egyébként. Szóval nagyon fiatal sort játszott most Madai Tamás, de remekül megállják a fiúk a helyüket a Bőcs ellen. 36-25, először a mérkőzésen 11 góllal vezetünk. A 21. percben, gyorsan el is mondom, ebben már belefújt a játékvezető, úgyhogy nem fenyegette veszély, hogy kimondjam ezt a 11 gólos előnyt. Ez is kijön Tormáról, és Bodogán szedi össze. Úgyhogy jöhetünk előre. Kelemen, hoppá! Hát, igen, ezt sajnos nem lehet megcsinálni a kézilabdában. A futballban talán erre mondanánk, hogy esernyőcsel, de ez a sztori itt nem működik. Nem így akart egyébként Kelemen, passzolni akart ő, csak nem volt meg a játékos társ maga mellett. A 22. percben járunk a második félidőben. Nagy kapja a labdát, Boda. Nagy. Boda szedi össze. Nagy. Gulácsi. Páfinak kell begyűjteni. Gulácsi. Nagy. Ez kifelé lesz bizony. És nagyon jó, hogy nem próbálunk beleülni ebbe a lassú játékba, nem próbál ilyenkor, hogy gyorsan robognak a fiúk előre. Ahogy mutatta a játékvezető, hogy mi jövünk előre egy szabad dobásra, már rögtön mindenki szaladt föl. Ezzel mondjuk a Bőcsöt is arra kényszeríti, hogy gyorsan próbáljanak visszarendeződni, védekezni. Hát Molnár a maga jobb kezességével elég kiszorított pozícióban volt. Ez meg egy hosszú passz, és nem figyeltünk. De azt mutatja a játékvezető, hogy belépett Pálfi. Egyébként Harsányi volt, aki egy kicsit elbambultott védekezésben nálunk. Bodogán, Alföldi, Kelemen, Alföldi,
megpattant, és pont ennyi kellett ahhoz, hogy megmentse a góltól a bőcsieket. Innen ment a kapufára, és onnan pedig kicsorgott, úgyhogy milyen a labda így. Egy bal, mondja Alföldi Máté. Bodogán, Kelemen, ez is megpattant, de ezt meg Tárkányi hárította remekül, és indulnak is előre a bőcsiek, most ők is próbálnak dinamikusan, gyorsan jönni. Gulácsi, szép volt, de figyelt Torma a kapuban, és van induló ember, Tárkányi nagyon jól lépett ki a kapuból, üres a kapuk, és úgy kell visszavetődnie Tormának, aki hát úgy volt vele, hogy ha nem is lesz jó ez az indítás, de hát akkor is ellabdázgatott a bőcs, aztán majd elindítja a támadását, és ő ott maradt, ahonnan elindította a labdát gyakorlatilag előre. Tárkány meg azt mondta, hogy na barátom, ha üres a kapu, akkor majd én megmutatom neked. És Tormának bizony kapaszkodnia kellett. Bodogán óriási kapufát lő, az ismétlést a kapus hárítja, nagy ellen pedig csak Harsányi Dávid ellen pedig csak szabálytalankodnak egyet, ami nem ért föl természetesen egy 7 méteressel. Egyébként volt Tárkányi Tamásnak az arcán egy ilyen kis sanda vigyor. Na, még egy próbálkozás Torma irányába, hogy na, egy kicsit azért megfuttattalak. Dankó próbált elmenni az embere mellett, aztán amikor megpróbálta, már látszott, hogy nem fog menni a dolog. Párhuzam bal, mondja Alföldi Máté, bármit is jelentsen mindez, mindjárt megtudjuk. Érkezik be Dankó szélről, Kelemennel helyet cserélt Alföldi, és Kelemen lett volna a befejező ember ennél a szituációnál. Alföldi, Harsányi, de szépen hozta helyzetbe magát, gyönyörű! Nagyon jól mozgott most a körön kifelé Harsányi, és így került olyan helyzetbe, hogy meg lehetett játszani, aztán a hosszúba szépen be is lőtte a labdát. 25. percben járunk, 37-25-ös hajdonállási vezetésnél. 12 góllal vezetünk most. Na, mit mutat a játékvezető? 2 perc Bodogán Péter. Bodogánnak ez a második 2 percese. Ember hátrányba kerülünk tehát. Nagy. Igen. Ő hibázott, úgyhogy jövünk kifelé. Alföldi, Kelemen. Dankó. Kelemen. Ezt most nem sietjük el. Ember hátrányban, hagyd teljen az idő. 1 perc 32 másodpercig vagyunk hátrányban. Alföldi, de szépen csinálta. Hát, vártam a bírói sípot, az nem szólalt meg. Dankónál már igen, ez belemenés volt. Most jó, ezek a másodpercek nagyon jól telnek nekünk, hiszen ember hátrányban vagyunk, de zömében az ellenfél kapuja előtt vagyunk, és nálunk a labda. Egy óriási kapufát lő Kelemen, Bodogán már szétverték a kapufát szinte. Aztán Dankó is megmutatja, hogy én is meg tudom súrolni azt a felső kapufát, ha nagyon muszáj. Több mint egy perc elment a kiállításból, 50 másodperc múlva egészülünk ki egyébként. Szélről? Igen. Igaza volt Gulyás Rolandnak, meg lehetett próbálni, ez önmaga második, a csapatának pedig a 26. találata, Alföldi, Kelemen, Alföldi, még 28 másodpercig vagyunk hátrányban. Kelemen egyedül? Igen, volt egy pillanat, amikor ott elindult kifelé, vagy pontosabban a körön befelé Boda, és ott akart bemenni Kelemen, együttközés naggyal, ebből pedig büntető lesz. Belül védekezésért mutatja a játékvezető. Hát jöhet a harmadik hajdunánási büntető. Az előző kettőt belőtték a fiúk, a harmadikhoz Alföldi Máté áll oda. Benn is van. Alföldi Máté második találata. A 28. percben, a második félidőben megint 12 góllal vezetünk.
Nagy. Kapja vissza a labdát Gulácsitól, aztán Bodához nem jut el, de azért nem, mert mi voltunk szabálytalanok. Nagy. Még Molnának ugye el kell végezni a szabaddobást. Nagy. Egyedül? A Bodát hozta volna a játékba. Most is szabálytalankodtunk ellene. Boda. Szép gól volt. Szép gól volt. Ami szép, az szép, szokták mondani. Ez a 27. gól a bőcsieknél. Dankó nem jó Harsányinak középre, és Molnár el is cseni a labdát. Ezek most a bőcs pillanatai. 2 perc van még hátra a mérkőzésből. Na meg Tormának a pillanatai. De nem a milyen kalabda. Alföldi valószínűleg beléphetett. Molnár. Kap egy szabad dobást a vendég alakulat. Hopp, eladják. Igen. Nem volt jó a passz Nagynak, Harsányi, Bodogán, ebből tudunk indulni. Mindkét kapufát érinti a labda, vagyis hát az egészen pontosak akarunk lenni, akkor Bodogán lövésébe Tárkányi bele tudott még tolni, onnan az egyik kapufára pattant, onnan a másikra, és onnan pedig kifelé jött a labda. Hát ők már nem látták, de Tárkányi kinézett itt Farkas Tibor edzőre, és úgy megvitatták egymással, hogy ennyi mákom nekem is lehet már ezen a meccsen. Ez Torma védi. Gulácsi próbálkozott egyébként egy hosszú indítás Dankónak. És Dankó pedig elmozgatja a kapust a rövid irányába. És aztán egy pattintott lövéssel a hosszúba. A felső sarokba beakad a labda. Az utolsó percen belül vagyunk. 39-27-es hajdunánási vezetésnél. Én azt gondolom, hogy mind a 10 ujjunkat megnyalhatjuk látva ezt a mérkőzést. Boda. Hey, valahogy csak addig, meddig még sikerült Gulácsihoz eljutatni a labdát, Gulácsi pedig megszerzi önmaga második találatát, a vendégeknek pedig a 28-at. 20 másodperc a végéig, ezt már szerintem eltöltjük a bőcs kapuja előtt. Kelemen, Harsányi, ebből 7 méteres lesz, és gyanítom, hogy ez időn túli lesz, mire ugyanis odállunk elvégezni a büntetőt, amit Harsányi fog majd útjára indítani, lejár az idő, ki is nézett egyébként a kijelzőre, hogy mennyit kell várni, de ahogy odafordította a tekintetét, már lejárt a 30 perc. Na nézzük! Ez az utolsó momentum, egy nagyon szép, laza lánylövéssel, gyakorlatilag Harsányi Dávid megszerzi önmaga a második találatát, a hajdunánási csapatnak pedig a 40-et, és ez az utolsó momentum a mérkőzésen. 40-28-ra nyert, tehát a hajdunánási alakulat, 12 gól a különbség a két csapat között a végén az eredményjelző, legalábbis ennyi látszik, hogy aztán mennyi lett volna a különbség akkor, hogyha a bőcsiek teljes létszámban itt tudnak lenni, hiszen ugye utaltam már a mérkőzés alatt arra, hogy Farkas Tibor említette, hogy 4 kulcsjátékosa nem tudott velük eljönni munkahelyi elfoglaltság miatt. Nyilván sokkal szorosabb lett és lehetett volna az a mérkőzés, de azt gondolom, hogy akkor is helytállt volna a hajdunánási csapat, és biztos, hogy egy nagyon jó meccset láttunk volna. És ami viszont bíztató a jövőre nézve pedig mindenképpen az, hogy amit már ugye említettem is, hogy a második félidőben gyakorlatilag a legfiatalabb sort tette föl a pályára Madai Tamás, a hajdunánásiak edzője, és remekül megállták a helyüket a fiúk, hogy átvették a meccset gyakorlatilag az első félidő után 23-15-ös hajdunánási vezetésnél, akkor 8 góllal vezettünk, és onnan építették ki ezt a 40-28-at, és végül ugye 12 góllal nyertük meg ezt a meccset, ennyi a különbség a két csapat között. Ez mindenképpen bizalomra ad okot a jövőt illetően, és aztán meglátjuk, hogy egyébként még a jövő mit hozhat. Erről megkérdezzük természetesen Madai Tamást is, akit nem csak arra kérünk, hogy nézzen bele a varázsgömbjébe és mondja meg a jövőt nekünk a hajdunánási férfi kézilabda élete tekintetében, hanem természetesen értékeljük ezt a mérkőzést is. Tamás, én azzal zártam a mérkőzést, hogy majd megkérjük, hogy egy kicsit nézzünk együtt közösen a jövőbe, hogy vajon ebből a mérkőzésből mit lehet leolvasni, és vajon mi várható a folytatásban, hiszen nem sokára kezdődik a szezon a számotokra is. De még mielőtt ezt megtennénk, természetesen azért beszélgessünk erről a mérkőzésről. Azt tudtuk, hogy egy jó csapat látogat ide hozzánk, de talán azt nem gondoltuk, hogy ennyire nagy lesz a különbség a meccs végén a két alakulat között, már ami a gólok számát tekinti. Te hogy láttad ezt a meccset? Hogy tudnád összefoglalni a pálya széléről?
Hát alapvetően örülünk minden edzőmérkőzésnek, hiszen, mint mondtam, hogy így szeretnénk azért a felkészülésünket kiegészíteni, számos edzőmérkőzés van már mögöttünk, és még mindig tervezünk mérkőzéseket. Bőcs egy jó csapat, egy jó összeszedett kis társaság, szervezett kézilabdát játszanak. Sajnos mi nagyon beragadtunk a Rajtnál, ahogy szokták mondani, az első 10 perc az katasztrofális volt, tehát el is ment az ellenfél, azt hiszem 6-3-ra vezettek, nem igazán találtuk a játék ritmusát. Valami miatt a hatos falban most kicsit dekoncentráltak voltunk, nem igazán jöttek jól az akcióink, aztán megnyitottuk egy 5-1-es védekezést, ahol több labdát tudtunk szerezni, és számos könnyű góllal tudtunk akkor ellépni az ellenfelünktől. Igen, ez volt az a pillanat, amikor 7-7 után 10-7-re fordítottatok, és onnantól kezdve vég a kezetekbe volt a mérkőzés. A második félidőre viszont szinte a komplett csapatot lehoztad, és a fiatalokat küldted föl, hogyha csak a második félidőt kivesszük és kiragadjuk ebből a mérkőzésből, én azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy remekül helytáltak az ifjoncok. Te hogy láttad? Valóban a második félidőben a junior csapat magja volt fenn a pályán, igazából ez is a cél, hogy azért ők is együtt gyakorolhassanak egy felnőtt csapat ellen, és nyilván a junior bajnokságban majd visszaköszön ez a játék, úgyhogy elégedett voltam velük. Néhány hiányérzet természetesen van, ami szerintem a lerohanásunkat nyilván látszott azért, hogy gyakorolni kell, pontosítani kell, még úgy gondolom, hogy lépünk ebből is előre. Gyakorlatilag összességében az eredménnyel nyilván elégedett lehetsz, de ki tudtatok próbálni minden olyan dolgot, amit terveztél, tudtál mindenkinek játék lehetőséget adni? Tehát ha ebből a szemszögből világítjuk meg, akkor elégedetten tudod értékelni ezt a meccset? Hát igen, mindenképp elérte a célját, tehát ezért is szervezzük a mérkőzést, futottunk egy jót, tudtuk gyakorolni azokat a mozgásokat, amiket edzésen már elkezdtünk, látható volt, hogy most ilyet próbálunk, levisszük a beállót, és ugye a 6 mezőnyjátékos kint játszik, ez egy újabb színfolt lehet a játékunkban, és ezt gyakoroljuk. Nyilván ezt edzésen nem tudjuk megfelelő színvonalon egymás ellen gyakorolni, és azért használjuk fel ezeket a mérkőzéseket, úgyhogy mindenképpen elérte a célját. Említetted, hogy lesz még edzőmérkőzés, hiszen majd március 19-én fogtok kezdeni, és lesz az edzőmérkőzések között még egy nagyon pikáns ellenfél is, ha minden igaz. Mit lehet róluk elmondani? Így van, mához egy hétre, hogyha minden igaz, a Nyírbátor csapat érkezik, akik jelen pillanatban az NB1B-ben játszanak, és nyilván szerettünk volna mi is, és ők is azért játszani velünk. Ez látható azért, hogy, vagy bízom benne, hogy látható, hogy nem egy megyei első osztályú csapat szintjét képviseljük, és ki szeretnénk próbálni egy NB1B-s csapatot. Bár már játszottunk NB1B-s csapattal a tiszavasvári személyben, de így szeretném mindig, hogy egy magasabb osztályú csapatok ellen is tudjunk gyakorolni, készülve már a jövőre. Meg hát nyilván gondolom megpróbálod frissen tartani a csapatot, hiszen nagyon-nagyon hosszú ez a szünet most nektek. Nevezzük téli szünetnek, hát ősszel abba hagytátok, és tavasszal fogjátok majd folytatni. Erre is jók ezek a mérkőzések, és úgy tűnik, hogy jó úton haladtok, mert gyors és dinamikus volt azért, főleg a fiatalok játéka a második félidőben. Nyilván, tehát ez a cél, hogy a motivációt nyilván fenn szeretném tartani, és azért játszunk szinte hetente edzőmérkőzéseket, hogy azokat, amiket edzésen gyakorolunk az élesbe is, ki tudjuk próbálni, inkább fél élesbe, mert azért egy edzőmérkőzés mégis, de remek lehetőséget biztosít, hogy gyakoroljunk. 12 góllal nyert tehát a hajdunállási férfi kézilabda csapat ezen a mai felkészülési mérkőzésen a Bőcs ellen, de nem állnak meg a fiúk, március 2-án játszották ezt a meccset, és március 9-én folytatják majd, akkor már a Nyírbátor ellen, itt a hajdunállási városi sportcsarnokba. Aki teheti, az fáradjon ki ide a csarnokba, aki nem, az pedig megnézheti majd a hajdunállási televízióban is, hiszen azt a mérkőzést is közvetíteni fogjuk. Férfi kézilabdával egyelőre tehát búcsúzunk, én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra. A viszonthallásra.